Na hát, üdvözlök minden kedves Myron Stride font nézőt, mindenkit üdvözlök ebben a mai csodálatos videóban, és nem véletlenül nem a nevessünk együtt sorozaton folytatása a következő videónk, ugyanis most volt nemrég a szülinapom, nektek kb. Egy hete, nekem tegnap, október 12-én, 12 éves lettem, most már hivatalosan is annyi vagyok, csak én már egy jó 3 hónappal 12-nek mondom magam, rájöttem, hogy jó lenne fölvenni egy kicsit más témájú videót is a csatornámra, ugyanis az egyetlen úgymond komolyabb videóm az a életem röviden volt, amiben elmeséltem, ugye, hogy mik történtek velem az életben eddig, és bocsánat, hogyha remeg a kamera, csak irgalmatlanul fázok, mert ki van nyitva az ablak, csak muszáj szellőztetni. Úgyhogy bocsi, hogyha remeg a kamera, de tényleg fölkapok egy pulcsit, aztán elmondom, hogy mi lesz a videó lényege, de hát ti már tudjátok, mert benne van a címben, de tulajdonképpen én még nem tudom, hogy ez maga, ez az egész dolog, ez hogy fog kinézni, milyen lesz, mit fogok majd vele csinálni, meg minden. Na de akkor fölkapok egy pulcsit, és elmondom részletesebben, hogy mi fog a mai videóban történni. Na hát, sikerült, életcél teljesítve, fölvettem a kabátomat, a pulcsimat. Na, úgyhogy ebbe folytatom tovább a videót. Szóval, a mai videó az új rolleremről fog szólni, mert ugye ti tudhatjátok, hogy én rollerezek. Ugye az két roller, így hívják, hogy street roller, bocsánat, csak hirtelen fáztam. Szóval street rollernek hívják, és hát pörgetni kell össze-vissza, trükköket kell vele csinálni, és hát én nekem ez a hobbim, ez a sportom, ezt űzöm. És hát mivel a régi rollerem az eléggé ramat állapotban van, és azért mutattam most oldalra, mert egyébként itt van mellettem, majd megmutatom. Eléggé ramat állapotban van a hátsó kerekének a gumia, félig le van szakadva, le van jöve, úgyhogy nem lehet már vele pattog össze-vissza, nem lehet már vele ugratni, pályán menni, alapból se lehet már vele menni, már csak pörgetni lehet, és ilyen mozdulatokra jó. Na de akkor meg is mutatnám a rollert, egy pillanat. Na hát bocsánat a rossz fényért, csak itt nagyon rossz a fény. Szóval itt van a rollerem, így néz ki előről. Gyönyörű, és hát ugye itt le van jöve itt a vége a guminak, itt a markolatnak. Ugye nincs végdugó, nem tud megállni rajta a markolat itt. Tehát ez, hogyha így fogom és ugrálok vele, akkor ez így csúszik befelé mindig. Illetve itt van a kereke hátul, ezt meg is mutatom, azt is ott van. Nem láttok ebből semmit. De mindegy, le van szakadva. Úgyhogy elég iramat állapotban van. Na de most fogok kapni egy újat szülinapomra. Úgyhogy ma, vagy nem ma, mert hétfőn fogom kapni. Nektek kedd, nekem hétfő. Vagy nem tudom, hogy nektek melyik nap. De nekem jövő hét, de nektek most csak egy óriási nagy vágás lesz, majd még mutatom mert most szerda van, majd mutatom a csütörtököt, meg mindent, aztán majd, hogyha eljutunk, szerintem hétfőn fog egyébként kijönni, és addig magamra rakom a kamerát, szóval szerintem hétfőn fog megérkezni, és akkor egy jó unboxing, összeszereljük, felgyorsítva meg. Csupa jó dolog, és utána ugye teszt videó, hogy milyen, én is először fogom látni, ti is, hogy milyen. Úgyhogy srácok, vágás, aztán majd valamikor jövök. Na hát, srácok, lebetegedtem sajnos. Csütörtök van, tehát másnap. Most telefonozok, Oreót veszek, úgyhogy bizonyok fönt az ágyamba. Szerintem csak egy szimpla megfázás, mert szagokat, ízeket érzek, illetve nem köhögök, szóval csak folyik az orrom, igazából meg fáj a torkom, ennyi az egész. Mert most ugye fáradtabb is vagyok, mert semmit nem aludtam kb. Az éjszaka, úgyhogy szerintem csak egy megfázás pár nap.
hogy akkor majd még találkozunk valamikor. De nyugodjatok meg, ez nem fog, tehát emiatt nem fog abba maradni a videó, föl lesz véve, hogy megjön, kiunboxingolom, meg ilyesmi. Úgyhogy akkor találkozunk majd valamikor. Na hát srácok, itt a vágás. Én már jól vagyok, kigyógyultam ebből a megfázásból, és megérkezett a roller, úgyhogy bontsuk ki, szereljük össze, nézzük meg, hogy milyen. Na hát itt vagyunk, itt van az a gyönyörű csomag, én még nem láttam, úgyhogy bontjuk ki, hát nem tudok mit mondani ilyenkor. Soha nem bontottam ilyen dobozokat még késsel, úgyhogy létszi, hogyha béna vagyok, attól tekintsetek el. De egész jól megy. Amúgy jó. Hogyha itt a háttérben macska lesz, akkor bocsánat, csak van macskánk, és ugye őket nem tudjuk elzárni, meg nem is akarjuk igazából. Meg hát, igen. Na, mindjárt sikerül. Életcél mindjárt teljesít. Ó, teljesíthetjük az életcélt. Még ezen belül is van egy doboz. Az durva. Fú, itt egy skétpós. Ó, itt van egy matrica, ezt elrakjuk, majd kiragasztom az ágyamra, mert oda szoktam matricát ragasztani. Fú, hát, lehet, ha kezdődik egy kis segítség, már nem tudom, megfordom. Jaj, de szép, fú, de aha, már hallom a... Nem tudom, nem értem, hogy miért így van rakva, mert... Miért? Ja, hát a kormány! Azt mondjuk, hogy hol van, hol van. Nem tudom, hogy kibontam, hogyan kell. Várját! Ja, hát itt vannak ezek. Ó! Sikerült, ez is. Ah. Közben amúgy itt van egy kis segítség mellettem. Jaj, hogy ezt kell kihúzni, jó? Bocsánat, tényleg nem értek ezekhez, soha nem bontottam még ilyen dobozt. Amúgy közben itt bontom, csak nem tudok máshogy nagyon így csinálni semmit. Aha, még egy megvan, már csak egyet kell, és utána kész. Ó, szép, íme, úristen, fú, jó, ezt hogy szedjem ki, de most őszintén, tudom, atyám, fú, hát ez, kaptam egy karton, biztos ezt is majd fel kell használni, de aha, ezt is ki kell, na így kell kiszedni. Ez, várjatok, nem láttam. Tehát konkrétan így, úristen meg, nagyon nagy a kormány. Hát ez van benne. Próbálom, hogy lássátok ti is, csak az a baj, hogy elég nehéz, mert nagy a doboz. Várjatok ezt itt. Mindegy, kiveszem, aztán majd nem tovább, és itt van. Hát ez azért eléggé nehéz. Azért ez... Halló! Hát ez aztán... Majd, hogyha kibontjuk, sokkal jobban fog látszani. Hát egy, jéghideg. Kettő, óriási és nagyon nehéz a lapja. Ugye ez a lap, amin állunk. Úgyhogy, fú. És hát ugye itt kell összeszerelni, itt van hozzá két ilyen csavar, és hát csavar, nem tudom, hogy hívják ezeket. Igen, meg itt van egy ilyen utasítás, hogy mit, hogyan kell csinálni, bár mondjuk nem nagyon adtak hozzá bilincset, vagy ilyesmit, ami nincs rajta a rolleren a bilincs. Ja, de a kormányon van rajta, jó?
Igen, és akkor azt kell. Jó, ezeket majd megnézzük, ezt ti majd timelapse-be fogjátok látni, felgyorsítva. Úgyhogy igazából szerintem most először a kormányt nézzük meg, mert az kisebb, meg könnyebb. Jaj! Kacok, ez eléggé nehéz ezt itt kibontani. Igen, közben a macska a háttérbe játszik. Nem az a baj, hogy ez nagyon jó, jól rá van. Köszönöm szépen. Igen, erre mondjuk rájöttem volna én is, hogy ollóval kell kibontani. De hogyha még így sem fog sikerülni, akkor... Aha. Megvan. Nagyon jó. És akkor ez se kell már még. Már hát akkor nézzük csak. És itt is van, úgy de jól lesz, jó. Hát, srácok, ez nagyobb, mint amire számítottam. Ez olyan, várjátok, ki kell vágni, ha már itt van az oldó, akkor azzal fogod megcsinálni. Nagyon szép. Úgy markolatot elvágjam, mert az nem lenne jó. És itt van. Hát ez, srácok, nagyon kemény. És óriási nagy. Tehát nagyon nagy a kormánya. Fú, hát ezzel lehet majd trükköket csinálni. Hát ez durva. Tehát ez... Fú... Ez nagyon kemény. Fú, életemben nem volt még ilyen durva rollerem soha az életben. Mióta elkezdtem így komolyabban foglalkozni ezzel a skate-rollerezéssel, azóta egyre jobban izgatnak ezek a rollerek, hogy mi hogy néz ki, milyen, igen, itt a macska, szóval milyen, hogy néz ki, jól néz ki, mit tud, mit lehet vele csinálni, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a roller, ez fog tudni valamit, hogyha majd össze lesz rakva, és hogyha egyáltalán jól lesz összerakva, mert nem olyan biztos, hogy elsőre sikerülni fog, már pedig jó lenne, hogyha sikerülne. Csak tényleg utoljára elmondom, hogy életemben nem volt még ilyen profi és jó rollerem. Soha az életben nem csináltam még ilyet. Úgyhogy skacok, ez nagyon durva. Én tényleg köszönöm ezt attól, akitől kaptam, és már pedig szülinapomra kaptam anyukámtól, úgyhogy köszönöm szépen. Na, közben itt már sikerült kibontani, csak ez úgy be van csomagolva, hogy na, itt van, gyönyörű, de jól néz ki, atya, világ, hát ez nagyon jól néz ki. Hú, hát srácok, ez atom jól néz ki, ez nagyon-nagyon jól néz ki. Atya ég. Srácok, ez óriási. Ja, és egyébként nem csak anyukámból kaptam, hanem az egész család benne van, tehát apukám, nagymamám, nagypapám, illetve ugye, mint mondtam, anyukám is, és közben sikerült kivenni, és ez valami hihetetlen. És forog a kerék, halljátok, forog! Hát ez nagyon nagy. Pro, ott van rajta, hogy pro. Hát ez a lap, ez iszonyat nagy, ez óriási nagy ez a lap. Ezt nem is értem, hogy... Fú, ezt figyeljetek. Ez óriási nagy ez a lap. Itt rajta van egy darab lábam. És ezt hogyan fogom pörgetni, az majd egy másik kérdés. Úgyhogy itt van. Itt vannak hozzá az alkatrészek, minden rajta van. A kormány és a lap, illetve ez a két összeszerelés. Cucli, amit nem láttok így, de nem baj. És akkor én amondó vagyok, hogy összeszereljük, aztán eltakarítjuk innen a, hát nem szemet, hát de ezek szemetek, de szerintem én a dobozt azt valahova elrakom, mert hát emléknek el kell rakni természetesen.
Úgyhogy szerintem ti most annyit fogtok látni, hogy gyorsan összekapjuk nektek, gyorsan nekünk, lehet, hogy meg lesz ez egy óra is, és hát utána megnézzük, hogy milyen. Úgyhogy... Ja, igen, egyébként közben itt ez imbusz kulcs. Rájöttem. Úgyhogy... Na, szereljük össze, én azt mondom. Na hát most azért nem láttátok, hogy összeszereljük a rollert, ugyanis nagyon sokat szenvedtünk vele, hogy mit, hova kell rakni, hova kell csavarozni. Nem volt nagy tudsz, de viszont rárakni a kormányt a bilincsel együtt, hát arra a kis tartó cölöpkére, nagyon nehéz volt, de már össze van rakva, én már látom a végeredményt, ti most fogjátok, úgyhogy elnézést kérek ezért az aprócska kis dologért, remélem, hogy nem probléma, úgyhogy meg is mutatnám a rollert. Na hát, srácok, itt van a roller, nagyon szép ott a lábam is, szóval itt a roller, itt a kormányával, eléggé magas, nekem idáig ér, így, tehát konkrétan nekem ez a roller az idáig ér, úgyhogy eléggé jó, nekem nagyon tetszik, én fogom is használni, úgyhogy akkor nézzük, próbáljuk ki. És hát itt vagyunk kint, életem első ugrása lesz ezzel a rollerrel. Nagyon jó, nagyon könnyű, és nagyon menőn néz ki szerintem. Nekem nagyon tetszik. Az egyetlen furcsa, hát amit furcsálok benne, az az, hogy nagyon nagy a kormánya, tehát kormánypörgetést azt nagyon be kell majd vele gyakorolni, hogyha eljutok addig a szintig. Ma nem húzom tovább a szót, életem első ugrása következzen el ezzel a rollerrel. Ki hogy mondja? Nézzük, azt a csíkot ott átugrom. És nagyon könnyű. Hát ez nagyon nagy. Ez jó. Ez jó. Megpróbálok vele 90-et. Ezzel már... Ez nagyon jó, mert így bírom föl. Ez... volt álmai dollere, és itt van, úgyhogy ez, és kocok, én ennek nagyon örülök, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek még egyszer, ez nagyon jó roller, ez nagyon jó, de nem tudok más mondani, ezt annyit fogom használni, amennyit csak tudom, és addig, ameddig lehet, mert ez brutális, de hát az a baj, hogy videón keresztül ez így nem jön át, hogy milyen, mert azt tudni kéne érezni, hogy mennyire könnyű vele ugrani, hogy könnyű megpörgetni, hogy a kormányt, tehát ezt videón keresztül nem lehet átadni, hogy milyen, meg ugye nem is tudtak ráállni, meg semmi, de egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy szerintem ez a roller, ez nagyon jó, és ilyen kellett nekem. Úgyhogy, srácok, köszönöm, hogy megnéztétek ezt az elég rövid videót, de annál tartalmasabb, nagyon tartalmas. Úgyhogy akkor én Minom voltam, következő videóban találkozunk, és ott egy mókus. Sziasztok!